Különleges hangulatú Valentin-napi after partival készült a mai napra a Zaporozsec, mivel a zenekarnak a számai nagyrészt amúgy is a párkapcsolatokról szólnak, ezért úgy döntöttek, hogy a mai estét teljes egészében a szerelem témája köré szervezik. Egyébként két vadi új dal is debütál a mai bulin, és erről is beszélgetett a Zaporozsec két tagjával, Tóth Falusi Fanni. A Zaporozsec lép színpadra, itt az Akváriumban, Bencével és Dáviddal beszélgetek, sziasztok! Egy vadonatúj dallal debütáltok ma este, meséljetek kicsit erről, mert a közönséggel együtt írtátok. Igen, ez egy ilyen közösségi dal lesz, és meglepően jól sikerült, úgyhogy lehet, hogy kérünk majd legközelebbi szavakat. Az volt a játék lényege, hogy előző vasárnapig lehetett nekünk mindenféle online felületen küldözgetni. Hát, igazából egy szerelmes dalt írunk, de mondtuk, hogy bármiféle dolog lehet, csak ragadja meg a fantáziánkat, és hát egészen aktív volt a közönségünk. Rengeteg szó érkezett, mindegyiket nem is tudtuk egyébként ellőni, elhasználni, úgyhogy hát 2-3 dalnyi anyagunk most van, és hát igen, arra vállalkoztunk a fiúkkal, hogy akkor most egy hét alatt valamit összehozunk, ebből az egy hétből lett aztán 2 nap. De működni fog. És milyen szavak érkeztek? Melyik volt a legmeglepőbb, vagy akár a legviccesebb? Hát talán a megszentségtelenítés. Nem is tudom kimondani. Bence, mondjad, légy szíves. Megszentségtelenítetetlenségeskedésétekért. És ha jól gondolom, ez nem került akkor bele. Gondolkoztunk rajt, de aztán végül is nem. Hát ha belebakizunk, vagy valami. Ennél rövidebb a dal. Két percbe vele kell, hogy férjen. És akkor, ahogy már mondtátok, 2 nap alatt ezt össze is raktátok, el is készült. Miről szól a dalszöveg? Valamit áruljatok el belőle. Egy kis csipetnyi dalszöveget. Hát mondjuk a refrént. Egy csodaszép francia chanson-szerű dal lett az egész. L'amour toujours, az lesz az első. L'amour toujours, nem fakul már sosem. A l'amour toujours egyébként örök szerelem, ezt jelenti. Nagyon toujours, mint szót kaptuk egyébként. És nem fakul már sosem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Ez lesz a refrénünk. És ehhez terveztek klippet, vagy mi lesz a dal folytatása? Egyelőre szeretnénk túlélni, és hogy nem tudjuk, hogy fog sikerülni. Persze ez csak egy vicc, remek lesz. Meglátjuk. Egyébként pont azt beszéltük a srácokkal, hogy jó lenne, hogyha ezzel komolyabban foglalkoznánk a közeljövőben. És meséljetek még a ma esti buliról. Tematikus partival készültetek. Mi lesz? Mire számíthat a közönség? Igen, hát ahogy a dal is jelzi, egy ilyen szerelmes együttlétet terveztünk a közönségünkkel, szívparti néven hirdettük meg ezt a koncertet. Mégis nem ez az első tematikus estünk, mert farsangot is tartottunk tavaly, de azért ez ritkaság nálunk. Hát tulajdonképpen azért olyan nagyon nem kellett megerőltetnünk magunkat, mert rengeteg dalunk szól mindenféle párkapcsolati témában. Mondtuk már előre a közönségünknek, hogy nem feltétlenül kell erre a nagyon nyálas valentinnapi dologra gondolni. Vannak szakítós dalaink, és mindenféle valentinnap utáni gyógyírjaink, nem is tudom, a ragozás, úgyhogy aki egyedül jön, szerintem az is
megtalálja a számítását, meg aki párral érkezik, ő is. És azt nyilatkoztad, Bence, hogy ez egy ilyen sztori lesz a megismerkedéstől, akkor egészen a szakításig úgy állítottátok össze a dalokat? Az a lemezünkre vonatkozott, a Pixelek, a másik nagy lemezünk tulajdonképpen konkrétan igen ebben az egész sztori vonalban íródott, vagy legalábbis úgy raktuk össze a lemezt. A koncert is egyébként hasonló ívet fog leírni, úgyhogy mondhatjuk, hogy igen. És mik a következő tervek, lemezzel készültök? Igen, a tavalyi év folyamán tartottunk egy alkotótábort a srácokkal. Egy hétig vonultunk el Zsennyére, a kastélyba, és ott 6 dal sikerült rögzítenünk, és ez a terv, hogy most ismét a tavasz nyár elején ismét elvonulunk, és ha jól megy minden, akkor nyár elején közepén nagy lemezzel újra előrukkolunk. Akkor ezt már nagyon várjuk, köszönöm szépen a beszélgetést, és jó bulizást nektek! Köszönjük! Yeah.